Estét kívánunk, folytatjuk a Mi Történetünk című magazin műsorunkat, méghozzá japán gasztronómiával. Ebben a témában beszélgetünk Kovács Istvánnal, a Mr. Sushi tulajdonosával. Szervusz, köszöntünk a stúdióban. Szervusz. Sziasztok. Hát, hogyha a japán konyhát említjük, akkor szerintem mindenkinek a sushi fog az eszébe jutni. Mi a jó sushinak a titka? Elárulhatod? Egy részét el fogom árulni, így van. És egyébként tényleg ezek a sztereotípiák az egyrészt arról, hogy a japán gasztronómia akkor az egyenlő a sushival, holott maga az egész ételkészítés az ételeknek a széles tárháza Japánban az egy sokkal nagyobb, mint a sushi, az csak egy része. A jó sushi titka a rizs, mert hogy minden sushi háznak vagy minden étteremnek a sajátossága a receptjében, ahogyan megfőzik a rizst, amilyen gondossággal bánnak vele, ahányszor átmossák, áztatják, és aztán a főzés mennyi vízzel főzik meg, pihentetni kell a főtt rizst, ezután összekeverik rizsecettel. A rizsecettet pedig még ízesítjük többféle ízesítőkkel, só és cukor alapból van benne. A többit nem árulom el, a hányadát pedig meg lehet találni, szerintem most már világhálón oly sok információ van, és ezzel ízesítjük a rizst. Ez az igazi titka. Ha valaki ezt jól el tudja az arányokat találni, akkor sok követő rajongóra tud találni az étterem, hiszen hogyha megnézzük és uborkát teszünk bele, vagy lazacot, vagy másféle húsokat, halakat, tengeri állatokat, az többé-kevésbé mindig ugyanaz. Úgyhogy ez az egyik jó titka, a rizs. És ha már a rizst említetted, igen, ez mennyire mondható Japánban alapvető élelmiszernek? Eléggé alapvető élelmiszer. A keleti kultúrában, a keleti gasztronómiában a rizsfogyasztás azért másabb, mint nálunk nyugati civilizációban, mert nálunk jobbára inkább a gabona, a búza, árpa és a fehérlisztből nyerjük a szénhidrátot. Ázsiában pedig a rizs az egyik alap koncepciója. Japánban nem mindig volt ez így. Ők, mivel szigetország, és elég vulkanikus területe van az országnak, ott a rizstermesztés egy picit nehézségbe ütközött néhány száz évvel ezelőtt. Küldöttek mentek Kínába, és onnan jött be jobban a többféle rizs variációk, amiből főztek ételeket, és ez képezte későbbiekben az étkezésük alapját. Viszont a rizst ők igazából csak egy naturálisan megfőzik, és az ételek mellé szervírozzák. Még mondjuk Magyarország, vagy Európában, vagy éppen Ázsia más területén sokszor összekeverik a rizst ízesítőkkel, fűszerekkel, szószokkal. Ők viszont csak naturális oldalt fogyasztják legtöbb esetben. Az előzőekben már több beszélgetés is zajlott, akár a távol-keleti filozófiáról, akár a művészetekről. Teljesen más a távol-keletieknek talán a filozófiája a művészetről, mert hogy a konyha is egy művészet. Való. Tudjuk azt mondani, hogy ez konyha művészet. Mitől lesz művészet a főzés? Én alapvetően, mivel szakács vagyok, séf vagyok, és nagyon sok felé jártam a világban az életem során, én azt láttam mindenhol, hogy az ételkészítés első alapeleme az a tisztelet, amivel az élelmiszer alapanyagokkal bánunk. Japánban az ételkészítés azért lett egyfajta művészet, mert a sushi mesterek, vagy éppen az étek, a főzőmesterek, a séfek olyan tisztelettel bánnak akár az állati, vagy a növényi eredetű ételekkel, azok a mozzanatok, ahogyan ők azt megtisztítják, és ahogy darabolják, szervírozzák, egyfajta alázattal, tisztelettel bánva, és az ő munkakultúrájukban annyiból tér el a miénkben, hogy ők jobbára egy szakmát, egy munkahelyen szeretnek, tudnak. Ilyen társadalmi kritika ez, hogy elmennek egy munkahelyre, és az életük végéig, vagy maximum két munkahelyen dolgoznak. Viszont ez idő alatt az ő szakmájukat tökére fejlesztik. Amennyire csak lehet, ők profik és precízek akarnak lenni, és nagyon-nagyon tisztelik azt az embert, aki az ételt készítik, hiszen az étel az élet. És élelmiszer ételek nélkül, mint tudjuk, úgy tudunk életben maradni. Nélküle pedig nehéz lesz.
És hogyan látod egyébként, mekkora különbségek vannak mondjuk a japán autentikus ételek, illetve a hazánkban japán ételként eladott ételek között? Nagyon nagy a hasonlóság. A mai modern társadalomban olyan jók az import-export utaztatások lerövidült ideje, hogy konkrétan az alapanyagok akár Ázsiából érkeznek, vagy akár másik irányból a föld területéről, aránylag napokon belül itt vannak. Magyarországon is, és itt kelet-európai régiókban is több nagykereskedelmi raktár van, ahol autentikus japán ízesítőkkel, szószokkal, alapanyagokkal találkozunk, és mi vendéglátósok ezeket be tudjuk úgy szerezni, hogy az konkrétan tényleg Japánból jött. És azok a receptúrák, amelyek ott vannak, ott készülnek, ott fejlesztettek ki, ezek már itthon is elérhetőek, és én azt mondom, hogy közel hasonló ízvilágokkal meg tudjuk mutatni a nyugati embereknek a japán ételek, vagy ezek az ízvilágokat is. A japán konyha mennyiben járul hozzá az egészséges életmódhoz? Ugye nagyon magas az átlag életkor Japánban, meg ugye a távol-keleti országokban egyaránt, de Japánban különösen. Ez az étel miatt is lehet, amit fogyasztanak? Mennyire egészséges a japán konyha? Én azt gondolom, hogy nem csak az étel az, ami meghatározza a hosszú élet titkát. Én egy picit sokkal több összetevőt tennék oda, ugyanakkor meg legalább 50% az biztos, hogy az élelmiszer fogyasztásának és a minősége meghatározza az egész élethossznak a tartalma, hogy mennyire járul hozzá. Azért hozzá kell tenni, hogy önállók a mozgáskultúra is, és tehát az idősek, a jelenlegi, mai nap élő idősek, ők még egy olyan generáció, ahol nagyon komoly figyelmet fordítottak a mindennapi testmozgásra. A nyugati civilizációban azt látjuk, hogy rohanunk, éppen csak bedobunk valami ételeket, nagyon sokszor rossz szénhidrátból tartalmazó ételeket, megyünk tovább, és ez sajnos a nagyon alacsony beltartalmi értéke van. De ha megnézzük a japán étkezési szokásokat, ők nagyon sok minden nyersen fogyasztanak. És ez azért van, mert ők a vallásból azt mondják, hogy ha Isten azt szerette volna, hogy főtételt együnk, akkor úgy teremtette volna meg az alapanyagokat, hogy az már meg van főzve. De nem, hát nyersen fogyasztanak. Nyilván a rizst meg kell főzni, tehát ugye ez, vannak élelmiszerek, amelyeket megfőzünk, és csak úgy tudjuk elfogyasztani. De ha megnézzük mondjuk a tengerben élő állatfokat, akár ezek lehetnek halak, vagy tengergyümölcsek, gerinctelenek, vagy gerinchúrosak, vagy puha testűek, ezeket az állatokat nagyon sokszor alaposan megtisztítva, kiszedve azokat az tartalmakat, amelyeket nem szeretnének elfogyasztani, és valóban nyersen fogyasztanak különböző szószokban, mártva ízesítésekbe, vagy éppen csak hirtelen leforrázzák. Én azt gondolom, a tudomány nagyon sokat segít jelenleg abban, hogy a beltartalmi értékeket hogyan lehet látni, hiszen már egészen jól listákat tudunk arról összenézni, hogy mit érdemes fogyasztani nyersen, mit akár főzve, de azt látom kutatásaim során, hogy a 3 percnél tovább főzünk valamit, a beltartalmi értéke csökken. Na pont ezért egészségesebb szerintem a japán élelmiszerek, mert hogy nem főznek meg sok mindent. És ha nyersen fogyasztjuk, akkor nagyon magas a beltartalmi érték. A testünk, a szervezetünk meg majd szépen szétválogatja, hogy mit hova szeretne küldeni. És egyébként erre például nyers halfogyasztásra hogyan látod, mennyire nyitottak az európaiak, akár a te saját vendégeid? Én azt látom, hogy a nyugati civilizáció társadalma nagyon nyitott más kultúrák tápláléka iránt, más ételek iránt. Egy picit egzotikusnak is találjuk, ami keleten van, de lehet egzotikusnak mondani, mondjuk az amerikai kontinens, Közép-Amerikáról beszélünk. Az európaiak nagyon nyitottak, és nagyon szeretik az ázsiai ételeket, mert sokkal másabb ízvilággal találkoznak, sokkal dinamikusabb ízekkel. Itt nálunk Európában azzal találkoztam, és nem a mediterránumnál, hanem sokkal inkább az északi népeknél, akár Németország, Dánia, Norvég, hogy sokkal enyhébben fűszereznek, enyhébb ízesítést alkalmaznak, és amikor pedig megkóstolunk egy erőteljesebb, dinamikusabb, legyünk mondjuk köri ízt fölhozom, mert ez egy nagyon tolakodó íz tud lenni, akkor azt mondjuk, hú, ez egy ilyen kicsit fölfrissítő, fölpesdítő, és ez igazán valami finom. Lehet, hogy nem enném meg minden nap, de
de időnként nagyon nyitottak vagyunk, és időnként nagyon szeretjük ezeket fogyasztani. Úgy tudom, Japánban nagyon sokáig nem fogyasztottak húsféléket. Ez mikor történt a változás, illetve mondjuk most mennyire színes a paletta a húsfogyasztás tekintetében Japánban? Ez egy érdekes dolog. A 11.-12. századnál volt az, amikor változás történt be. Hozzá kell tenni, hogy Japánban nagyon sokszor volt éhínség. Ez több időszakra tehető. Nyilván az akkori császárok, királyoknak a gazdálkodása és a hadjáratok is azért rátettek a bélyegét erre. És nem fogyasztottak húst azért, mert a buddhizmust az egyik korszak uralkodó családja behozta Japánba. Na most a buddhizmus egyik alapja, hogy az élet az egyik legszentebb dolog, és minden állat ugyanúgy érző lény, őket pedig nem bántjuk, nem esszük meg. Ezt a magánság, a vegánság ötvözi most mutatja felénk, tehát a buddhizmus egyébként vegán, vegetáriánista életet él, és nem akarják megölni az állatot. Ezért tiszteletben tartották, így húsmentesen étkeztek. Aztán Kínában elkezdték hozni a szója növényt, és elkezdik fogyasztani, és úgy is hívják, hogy a föld húsa, hiszen egy olyan fehérjetartalmú, hüvelyes növényről beszélünk, ami nagyon magas beltartalmértékkel van, nagyon sok energiát tartalmaz, és annak a fogyasztása lehet mondjuk egy húsmentes életet élni, és az elmúlt 200-300 évvel ezelőtti időszakig tényleg Japánban nem fogyasztottak húst. Furcsán is néztek, mikor az európaiakkal találkoztak, hogy megették a marhát, és hogy miért bántják ezt a jámbor jószágot, hát miért kell megenni, mert olyan aranyos. De hát nyilván nem mindenki úgy tekint rá, mint egy cuki állatka, hanem mondjuk éppen táplálékszent. És ha jól tudom, az 1800-as években amerikai nagykövetségen fogyasztottak el marhasztéket, először úgy konkrétan, mint sztékek elkészítve. Japánban a Kobe marha az, amelyik most már ismerté vált a világon, ez azért is vált ismerté. Egyrészt arról, mert nagyon drága az egy kilogrammás értéke, másrészt pedig, hogy az marha élete során sörrel is itatják, és ilyen olajos masszázsal kenegetik a bőrét, ami az azért is érdekes, mert a húsa között nagyon márványos tud lenni, ilyen kis zsír részecskék vannak benne, sokkal lazább, és ezt vékonyra felszeltem akár nyersen, vagy akár csak hirtelen legőzőve egy nagyon fantasztikus ízvilágú húst kapunk. Hát ugye, aki szereti a húst, az tudja értékelni, hogy ez mennyire finom, vagy mennyire mennyire jó fogyasztani. Nagyon szépen köszönjük, hogy elutazhattunk veled egy kicsit a japán kultúrába, és ezzel együtt a japán konyhába is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk. Én köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen.